közeljövőben várható rendezvényekről kérdeztük Ágó Ritát, a Kárpátia Kincsesház rendezvényszervezőjét. A következő időszak rendezvényeiről kérdezzük a Kárpátia Kincsesház rendezvényszervezőjét, Ágó Ritát. Köszöntelek, melyek azok a rendezvények, amelyek a közeljövőben várhatóak itt Kisteleken? Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A heti ajánlatunk már most csütörtökön, április 7-ére tudnám javasolni egy 10 alkalomból álló főzőkör sorozatot, amelyben hát az egészséges életmódról, az egészséges ételekről tudhatnak meg nagyon sok mindent. Egy lelkes kis csapat már kis ajánló ízelítő kis filmet is feltett a Facebookra, és megosztottuk mi is ezt a kis ízelítő filmecskét. Hát a témák természetesen, hogy szeretne az ember egészségesebben élni, nem csak enni, hanem egészségesen táplálkozni. Hát alkalom lesz itt majd új ízekkel, alapanyagokkal megismerkedni, és ezt nyújtja majd ez a bizonyos főzőkör, ahol tulajdonképpen már egy harmadik generációs vegán szakács lesz a mester, aki bemutatja majd az ételeket. Lesz itt édes, sós étel, készítenek majd pékárúkat, pástétomokat, mindenféle növényi alapanyagú tejtermékekből készülnek majd ezek az ételek, leveseket, főételeket, desszerteket állítanak majd elő, ezeket meg is lehet ott a helyszínen kóstolni, a recepteket megosztják, és különös figyelemmel, tekintettel lesznek a gluténérzékenyekre és a laktózérzékenyekre, úgyhogy biztosan sok ételkészítési ismerettel bővül majd a tudástára mindenkinek, aki el fog tudni jönni ezekre az alkalmakra. Azt is fontos megjegyezni, hogy ha esetleg családok jönnek, kisgyerekes családok, őket is szeretettel várják, mert időközben, amíg főzőcskéznek a szülők, tanulnak, addig gyermekfelügyeletet is vállalnak, tehát a gyerekek itt rajzolnak, játszanak majd itt az aula részben, a konyhába pedig zajlik majd a főzés és az életmód tanácsadás. Következő heti programindítónk tulajdonképpen április 11-én már kora reggel a Magyar Költészet napja. Ugye az április 11, és mi arra készültünk, hogy posztoljanak település lakói verset. Ehhez biztosítunk mi kis anyagot és helyszínt, majd itt a Szent István tér felőli oldalon, a falakra várjuk a kedvenc saját verseket, vagy más költők verseit, akár kézzel írva, akár géppel írva. Luttollat is tudok kölcsönözni. Itt nagy sikere volt annó Márton napkor a Luttollal való írásnak, nagyon szép kalligrafikus betűkkel le lehet írni a kedvenc verset. Azt is várjuk, hogy esetleg rajzzal illusztrálják, de rajz nélkül is nagyon szívesen fogadjuk. Tudunk adni madzagot, csipeszt, ragasztót, és kihelyezzük, és mindenki olvassa, olvasgassa, örüljön ezeknek a szép alkotásoknak. És mondom, tényleg saját verset is lehet hozni bátran, úgyhogy nagyon szépen megköszönjük. És délután kis ünnepi műsorral zárjuk a napot, 17 órakor itt a rendezvényház nagy termébe várjuk a költészet kedvelőket. Jelen lesznek a költőklub tagjai, a Globtársulat tagjai, valamint az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai. Ők mondanak nekünk verseket ezen az ünnepi alkalmon. Úgyhogy várok mindenkit, várunk mindenkit nagyon sok szeretettel 5 órára. Most a Kárpátia Kincsesház egy ilyen kiállítás sorozatot is szervez. Melyik a következő kiállítás, ami itt fog megjelenni? A Kisteleki Festőkör tagjai viszik végig ezt a kiállítás sorozatot, tehát ők a mi kiállítóink. Az elmúlt hetekben Szombathelyi Árpád és Hódi Katalin festményeit láthattuk. Április 12-én kezdődik Varga Anikó kiállítása, 18 órakor nyílik a kiállítás, érzelmek és hangulatok az ecsetemen át. A kiállításunkat Szombathelyi Árpád festőművész nyitja meg, közreműködik Gyulainé Edit, a
aki Vastarike novelláját olvassa fel, és Sándor Szidónia, aki verset mond. A kiállítás megtekinthető még 3 hétig, a művelődési ház nyitvatartási idejében, tehát így hétköznap 8-tól 17:30-ig látogatható. És jöjjenek minél többen, mert nagyon szép alkotások kerülnek itt a paraványainkra. Húsvét alkalmával is készülnek programokkal itt Kisteleken, mik lesznek ezek? Április 17-én vasárnap kora délután 14:30-ra várjuk a Vicsai Múzeumba, ez a Rákóczi utca 18 szám alatti helytörténeti gyűjtemény épülete, és ide tervezünk programot, a helyi identitás és kohézió erősítése Kisteleken című pályázat keretén belül. Húsvétoló tulajdonképpen, hát a nevében is benne van, hogy nyilván ehhez kapcsolódik minden programelemünk. Tojásfestés, hímes tojáskeresés, locsoló vers tanulás, kis játékos vetélkedőket tervezünk itt a gyerekeknek, tojásgurítás, de próbálunk majd illatos vizet készíteni, kis csibéket, fonálból, gyapjúbáránykát, úgyhogy ezekkel a kis kézműves programokkal várjuk az érdeklődő családokat, gyerekeket, felnőtteket. Közben a múzeum kiállítását is meg lehet tekinteni, és akkor itt majd tájékoztatót is tudunk adni, mert nagyon jó kis digitális tananyagaink is vannak. Úgyhogy ezt majd, ezeket az információkat is szeretnénk majd az érkezőkkel megosztani. És várjuk a Kisteleki Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület nagy tűzoltóautóját. Ígéretet kaptunk, hogy ők is el fognak jönni a rendezvényre, úgyhogy valószínű, hogy lesz tömlős locsolás is. Nem csak hagyományos módon, hanem ilyen egyedi módon is majd készülünk itt a húsvéti locsolási ünnepre. Lakossági fórumot tartott Bakondi György. Őt kérdeztük a fórum céljáról és témáiról. Egy lakossági fórum keretein belül egy előadással érkezett dr. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója ide Sándorfalvára. Köszöntöm Önt, hogyan is jött ez a lehetőség, hogy ellátogasson ide hozzánk Sándorfalvára? Egyszerű dolog, a képviselő úr, aki régi barátom meghívott, hogy jöjjek el és egy lakossági fórum keretében beszélgessünk a magyarországi biztonsági helyzetről, ennek számos összefüggéséről, és örömmel tettem eleget ennek a hívásnak, mert képviselőt igen hosszú ideje ismerem, és számos hasonló rendezvényen vettünk részt közösen. Egy kicsit részletesebben így nagyjából beszélhetünk így az előadás témájáról is. Hát a biztonság az azt gondolom, hogy minden magyar ember számára egy nagy érték, és az elmúlt hosszú évekre, ha visszatekintünk, akkor látható, hogy Magyarország csak mondjuk az elmúlt 15-20 évben is milyen nagy kihívásokkal került szembe, cianid szennyezéstől kezdve tiszai gátszakadáson át, gázkút kitörésig, vörösiszap katasztrófán át számos más súlyos esemény történt, és hát az elmúlt időszakban pedig a migrációs helyzet volt, amelyik nagy kihívást jelentette a magyar emberek biztonsága szempontjából, aztán jött a járványhelyzet, és most pedig a Ukrajna területén kirobbant háborús konfliktus. Ezek olyan fenyegető és súlyos események, amelyek a magyar kormány higgadt politikai elemzését, irányító képességét, nemzetközi kapcsolatrendszerét egyaránt igényli, és hát ezek a tapasztalatok, amit az ilyen válsághelyzet kezelésében a magyar kormány szerzett, ezek nyilván rendkívül hasznosak, és súlyt helyezünk arra, hogy minden ilyen kihívás, legyen szó gazdaságiról, politikairól, vagy éppen háborús kihívásról, vagy közegészségügyi kihívásról, minden megoldandó kérdést az a magyar emberek érdeke oldaláról közelítsük meg, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy a súlyos következményeket elkerüljük, legyen szó migrációs válságról, járványról, vagy éppen egy háborúról. Ezek a kihívások megerősítették az országot, és visszatekintünk, azt is látjuk, hogy mindig erősebben kerültünk ki az ilyen kihívásokból, mint amikor, mint mielőtt az megkezdődött. Csak mondjuk a járványhelyzetet, ha nézzük, ugye súlyos
európai gazdasági hatásai voltak a járványhelyzetnek, Magyarország pedig a járványt követően 7,1%-os gazdasági növekedés produkált, amelyik Európában is egyedülálló. A háborús helyzetet pedig szintén magyar szemüvegen keresztül vizsgáljuk, két összefüggése van ennek. El kell kerülni az, hogy Magyarország belekeveredjen ebbe a háborús helyzetbe. Ez a legfontosabb magyar érdek. De másrészt az is rendkívül fontos, hogy segítséget nyújtsunk, mint első biztonságos ország azoknak a Ukrajnából elmenekülni kényszerült családoknak és emberek százezreinek, akik mindenüket elvesztve próbálják túlélni a szörnyű eseményeket, és itt várják ki, vagy itt szeretnék kivárni azt, hogy hazatérhessenek az országok újjáépítése érdekében. Mi, mint kis falvak, kis városok itt a járás területén, mit tehetünk ezért? Itt egy nagy társadalmi összefogás alakult ki az elmúlt napokban, hetekben. Valóban egyedülálló összefogásról van szó, szinte Magyarország minden településén, minden egyes ember is úgy érzi, hogy neki is valamit tenni kell annak érdekében, hogy mikor látja a televízióban ezeknek az elesett embereknek az érkezését, hogy valamilyen segítséget nyújtson a belépés után, és utána a védelembe részesítés során. Ez egy nagyon pozitív dolog, amikor egy társadalom megmozdul egy ilyen nemes cél érdekében. Én szerintem a Sándor falvaiak is ugyanezt teszik. Különféle formái, módjai vannak a segítségnyújtásnak. Kiki megtalálja azt, amelyik leginkább kedvező a számára és az érkezők ellátására. Gazdabát rendezett a Délgazda mezőgazdasági szaküzlet. Schmidt Alexandrát, a Délgazda mezőgazdasági szaküzlet munkatársát kérdeztük. Gazdabát tartanak a mai napon itt Kistelken, erről kérdezzük Schmidt Alexandrát, a Délgazda mezőgazdasági szaküzlet munkatársát. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a gazdabáról, milyen programokkal várjátok az ide látogatókat, akik részt vesznek ezen a mai estén? Én is köszöntöm a Kisterek TV nézőit. Igazából ez a gazdabál ötlete, ez a legutóbbi gazdaestünkön fogalmazódott meg először, és hát az ötletelés után nagyon gyorsan tettek követték, hiszen már február 12-én az első gazdabálunkat meg is tartottuk. A gazdabáról azt kell tudni, hogy ez annyiban különbözik a gazdaestől, hogy itt nincsenek előadások, nincsenek termékbemutatók, ez egy sokkal kötetlenebb rendezvény. Igazából itt nem is a gazdákat várjuk, vagy a kertészkedőket, hanem bárkit, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni, egy kicsit mulatni, hiszen ezért van ugye ez a kötetlen program. Valamint azért is, mert hát ugye itt a koronavírus járvány után, ugye itt a karanténokkal, korlátozásokkal kicsit beszűkültek az emberi kapcsolatok, és ezt szeretnénk egy kicsit felpezsdíteni, mert nagyon fontos, hogy személyesen találkozzunk egymással, hogy jól érezzük magunkat, és ahogy ugye szokták mondani, a lelkünknek is a zene azt kell. Programunk igazából nincs, tehát ez egy nem túl kötött program. Annyi, hogy 7 órára várjuk a vendégeket, akik érkeznek, azokat egy welcome drinkkel köszöntjük, és ezt követően lesz egy vacsora, utána pedig már a vendégekre van bízva, hogy mennyire lesznek táncos kedvükben, mennyire lesznek táncos lábúak. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fog zajlani ez a mai este. Az est hangulat felelőse a Cocktail Band zenekar. Biztos vagyok benne, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy felfokozódjon a hangulat és hajnalig tartó mulatság kerekedjen. Alapítványt hoztak létre Molnár Péter emlékére. A kuratórium elnökét, Lazányi Etelkát kérdeztük az alapítvány céljairól és az adományozási lehetőségekről. Alapítványt hoztak létre Molnár Péter emlékére, erről kérdezzük Lazányi Etelkát, kuratórium elnökét. Köszöntöm! Mi a fő célja ennek az alapítványnak, és Péter halála után hogyan is jött ez az ötlet, hogy létrejöhessem? Hát miután fölocsúttunk a megdöbbenésből, hogy Pétert elvitte ez a vírus, egy néhányan elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy hogyan lehetne segíteni a családját, illetve hogyan lehetne a fiát a tovább tanulásában segíteni, miután ez a nagy tragédia érte, és akkor jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy alapítványt. Hát hosszú-hosszú folyamat volt ez az alapítvány létrehozása, belekerült vagy fél évünkbe, elég sokat dolgoztunk rajta, de most már be van jegyezve, úgyhogy kezdődhet a munka.
A legfőbb célunk ugye elsősorban most az, hogy a Danit támogassuk a továbbtanulásba, tehát ösztöndíjszerűen próbáljuk majd neki a tanulását elősegíteni. Azután a továbbiakban attól függ, hogy az anyagi lehetőségeink hogy engedik meg, még szeretnénk támogatni informatikával foglalkozó, vagy informatikában tovább tanuló hátrányos helyzetű gyereket, tehetséges gyereket a továbbiakban, illetve alapítottunk egy díjat, Molnár Péter díjat az iskolában, mert Peti mindig részt vett az iskolai rendezvények és műsorok megszervezésében, lebonyolításban, a hangosítást mindig ő végezte, és most ugye gyerekek vették át, olyan gyerekek vették át ezt a szerepkört, akik tőle úgymond megtanulták, megkörülötte, sürgölöttek ebben a témában, és ezeket a gyerekeket szeretnénk Molnár Péter díjjal jutalmazni, aki ebbe aktívan részt vesz a továbbiakban, és ezt minden évben gondoltuk, hogy odaadjuk valamelyik aktív gyereknek ezt a díjat. A továbbiakban, tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha Petinek a neve, illetve a szellemi hagyatéka nem felejtődne el Kisteleken. Tehát ez mindenképpen még a fő célok közé tartozik. Ugye nekem érdekes több oldalú kapcsolatom is volt a Péterrel, mert 15 éves kora óta ismerem, mert oda járt hozzánk a középiskolába, én voltam az osztályfőnöke, tehát úgy kezdődött a kapcsolatunk, mint tanítvány. Utána sporttársam már is vált, mert nagyon szerette a kosárlabdát, ugyanúgy, ahogy én, tehát utána együtt kosárlabdáztunk, illetve együtt mentünk vízitáborba, együtt mentünk síelni, tehát a sportban is a Peti nagyon sokáig benne volt. Kosárlabda a tornákon minden évben oszlopos tag volt, tehát ő ezt soha nem felejtett el, hogy eljöjjön, sőt, amikor a Danika nagyobb lett, akkor már a Danit is bevonta a kosárlabdába, és ott is szeretnénk róla megemlékezni, meg volt is már egy Molnár Péter emlékére rendezett kosárlabdatorna, és ezután ezt a tornát, mint Molnár Péter kosárlabdatorna, szeretnénk megrendezni. Van még egy nagyon fontos hagyatéka Petinek, hogy minden évben, a tavasszal a gimnáziumban megszervezte az országos középiskolás informatika versenyt, és ezt a hagyományt is szeretnénk folytatni, most, mint Molnár Péter informatika verseny, most ennek az előkészítésével foglalatoskodunk néhány informatikussal. Hogyan lesz lehetőség adományozni az alapítványnak? Az alapítványnak van számlaszáma, nyilván az átutalást is, vagy az átutalás a legegyszerűbb, de nyilván a készpénzest is elfogadjuk, de szerintem manapság már mindenki átutalásban gondolkodik. Ezen kívül lehet szolgáltatást is felajánlani, illetve lehet tárgyi felajánlás is lehetséges. Például Peti míg élt, addig segítette a rászoruló gyerekeket úgy, hogy régebbi gépeket szétszerelt, és rakott össze nekik új gépet, akinek nem volt lehetősége arra, hogy számítógépet vegyen. Például Peti ilyenekkel is foglalkozott, tehát nagyon segítette ezeket a hátrányos helyzetű szegény gyerekeket, hogy ők is föl tudjanak zárkózni a többiekhez. Már van egyébként, visszatérve a szolgáltatásra, kollégáim közül többen ajánlották, hogy segítenek Daninak fölkészülni az érettségire, illetve az egyetemre. Például informatikából Petinek egy szegedi barátja, aki az egyetemen tanít, ő készíti föl Danit. Itt Kisteleken a kormányelekes Gabi elvált a Danit matematikából, hogy felkészíti, és a Csejtenyi Rózsa pedig angolból készíti a Danit, úgyhogy felajánlásképpen, tehát nem kell óradíjat fizetni a Danikának. Úgyhogy ezeket a felajánlásokat is nagyon köszönjük, és nagyon szívesen vesszük, ha van még ilyen.
weboldal is fog készülni az alapítványnak, erről mit tudhatunk? Igen, Petinek egy volt tanítványa, Barna Bence, elvállalta, hogy felajánlásképpen elkészíti a weboldalt, az alapítvány weboldalát, és akkor ugye ott minden fönt lesz, amit az alapítványról fontos tudni. Jelenleg a kistelekjáráson már fönt van az a cikk, illetve alapítványról az ismertető, amit írtam. Ott meg lehet találni az alapítványon minden fontos dolgot. Számlaszám fönt van, székhelye fönt van, adószám, tehát minden, ami hivatalos. Ígéretet kaptam arra, hogy a Városházi Krónikában is meg fog jelenni ugyanez a tájékoztató. És hamarosan kész lesz, azt mondta a Bence, a weboldal. Kik még az alapítvány tagjai? De az alapítványt felkértük a Petinek jó barátját, a Sándor Attilát, hogy vegyen részt ő is az alapításban, nagyon szívesen elvállalta. A kuratórium tagok a Vargáné Majoros Elika és a Kis András, testnevelő tanár kollégám, az ellenőrző bizottsági tagok, mert ugye ha közhasznúak leszünk 2 év múlva, akkor ellenőrző bizottságra is szükség van. Az ellenőrző bizottsági tagok pedig a Horváth Éva tanítónő, az Imre Pityu az egyéni vállalkozó, és a Németh Misi, ő most egyetemre jár, informatikával foglalkozik ő is, az ifjabb Németh Mihály, hogy pontosítsam, ő pedig Petinek tanítványa volt, és ő is nagyon sokat dolgozott Peti mellett a rendezvények szervezésében, illetve lebonyolításában. Így áll össze a csapatunk.